Áldás békesség, Istennek dicsőség. Szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Önök a Függőségről mindenkinek műsorsorozat kötelékeink című adását a Mária Rádió és a Magyarországi Református Egyház drogmissziójának műsorát hallgatják. Technikát, mint mindig, ma is Erdős Levente adja, köszönjük szépen segítségét. Elmondok néhány elérhetőséget. Ha az adással kapcsolatban gondolataik, kérdéseik vannak, elérnek minket a 061-374-0904-es telefonszámon. Itt hagyhatnak üzenetet, és amint tudjuk, visszahívjuk Önöket. Még egyszer a telefonszám 061-374-0904. Írhatnak levelet is a tisztáskukacmariaradio.hu címen ékezetek nélkül. Folyamatosan frissítjük Facebook oldalunkat, neve Függőségről mindenkinek, itt aktuális híreket, műsorainkkal kapcsolatos információkat, podcastokat osztunk meg. Végül szeretném megköszönni, hogy adományaikkal támogatják a Mária Rádió műsorainak létrejöttét, köztünk a miénket is. Sajnos ma Kubiszin Viktor nem lehet közöttünk, de van egy Viktorunk ennek ellenére, Kolumbán Viktor, szeretettel köszöntelek. Viktor szerhasználó volt, és jelenleg pedig a 11. kerületben a Család és Gyermekvédelmi Központnál dolgozol. Ugye? Jól mondtam. Ja. Szia, és jó estét a hallgatóknak. Igen, igen, én egy hosszú, egy 8, majdnem 10 éves szerhasználat után vagyok. Ez már 19 éve, hogy tisztán élek. Gratulálok, szépen. Mindenféle drogot kipróbáltam annak idején, és a bázis drogom, amire elvég is ugye a függőségem így rácsúsztam, az a heroin volt. Hát arról nehéz volt lejönnöm, ugye ahhoz mindenképp segítséget kellett kérnem, ezért én beutalóval utaltak egy pszichiátriára, és ott jöttem le egy több hónapos kezelés, vagy 3 hónapos kezelés után voltam. Viszont abban az időben még nem volt ilyen, hogy kevés A csoport volt, vagy NA, nem nagyon volt. A rehabok meg nagyon telítettek voltak, és sokat kellett volna várni, így nem folytatódott tovább a kezelés. Igaz, hogy szerhasználatom nem volt, de egy megakadás volt az életemben tovább. Tehát egy szorongás jött, tehát hogy nem találtam a helyemet. Hiába dolgoztam, próbáltam élni az életemet, de hogy mégsem találtam a helyemet. És ennek köszönhetően ilyen pánikbetegségem lett, és ezért elmentem pszichoterapeutához, aki elkezdett velem foglalkozni, és elkezdtem járni ilyen csoportokba, amik felépülő függőknek csinálnak. Ez ilyen meseterápia, önismereti csoport, és akkor indult meg egy személyiségi fejlődés. Nyilván jó is lettem, tehát abszolút akkor rendben is jöttem, tényleg egy ilyen egy fél éves terápia után elkezdtem építkezni, és akkor így rájöttem, hogy sikerült ebből kikerülnem, és akkor döntöttem el tulajdonképpen, hogy én is beállok segítőnek, és próbálok segíteni. Tehát aki esetleg nem tudja, hogy hova induljon el, merre induljon, ez hogy működik, akkor annak tudjak segítséget adni. És akkor elmentem egyetemre, ugye elvégeztem a szociális munkás szakot, most ugye Pécsen a addiktológiai szociális szakembert is. Én először egy ilyen drogambulancián dolgoztam, ilyen önkéntesként, ilyen parti szervízbe, kiálltunk ilyen éjszakai szórakozóért, és akkor fiataloknak adtunk tanácsadást, meg elsősegét adtunk, ha rosszul volt, segítettünk nekik, ezt egy évekig ezt csináltam, és amikor egyetemre kezdtem járni, akkor pedig a hajléktalanlátásból mentem el egy élinői menedékhelyre dolgoztam. És a fiatalok könnyen elfogadták, hogy segítesz nekik? Igen, 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 kifejezetten örültek, igen. Tehát, hogy mert a fiatal serdülőknél az jellemző, hogy ők nem tudnak, vagy nem is akarnak segítséget kérni. És így, hogy kihelyezzük magunkat, és ott vagyunk, viszont a beszélgetés, amikor beszélgettünk, akkor viszont ott megnyílnak. Tehát, hogy ott volt, aki segítséget is kért, hogy hát szerhasználó, és hogy hova tudna esetleg menni. Ugye, mivel drogambulancia keretében csináltuk, akkor ott tudtunk mondani, hogy mehet oda, mert ez a drogambulancia egy kifejezetten serdülőkkel foglalkozott. Vagy bedelegálni ő esetleg rehabilitációs intézetbe. Meg aki esetleg csak használó, annak is felvilágosítást tudtunk adni, hogy ezzel mivel jár, mik a következményeit. Mi lehet a kifutás ennek, hogyha esetleg olyan van, akkor felismerje, és ne fusson bele egy függőségbe esetleg.
És akkor utána mentél hajléktalan szállóra? Igen, hajléktalan szállón dolgoztam évekig. Ez egy éli menedékhely volt. Hát ott pszichiátriai betegekkel, meg szenvedélybetegekkel dolgoztam. Azokkal igazán nehéz volt egyébként, mert hogy sok pszichiátriai beteg nem, nincs belátása, és nehéz eljutatni a pszichiátriai vagy orvoshoz, egyáltalán lássa és kapjon egy diagnózist, ugye. És akkor milyen eszközeid voltak ahhoz, hogy belássa, vagy hogy elmenjen, hát, és közeltesse magát? Próbáltuk, meg ugye kapcsolatban voltunk egy pszichiáterrel, aki a közösségi pszichiáter, és ő kiárt egy héten egyszer, és akkor esetleg ő megpróbálta úgy ott a helyszínen, hogy beült, és akkor beszélgetett, és akkor bevonni. Ugye jeleztük, hogy kivel van esetleg olyan probléma, akinek pszichiátri betegség van, és akkor esetleg ő ott leült beszélgetni vele, és akkor ugye föl tudott állítani diagnózist, mint hogy, és akkor föl tudott inni gyógyszert esetleg, ha kellett, vagy valamit át, hogy de ez nehéz, nehéz, mert hogy ugye nem biztos, hogy szedni fogja a gyógyszert, ugye ez ilyen, ebből az embontból nehéz volt így. Hát ahogy tudtunk, megtettük, tehát volt, akinek sikerült, de volt, akinek egyszerűen, tehát nehéz volt. Tehát tudsz olyanról, ahol sikersztori alakult? Igen, igen, mondhatni. Hát nyilván a hajléktalan ellátórendszerben benne maradt, de mondjuk megkapta azt, hogy rendes gyógyszeres kezelést, meg foglalkozott, még szociális, mindenkinek volt egy szociális munkás, aki foglalkozott vele, és akkor még egy átmeneti szállóra egy idő után föl tudott kerülni. Ugye ott kapott, meg ugye itt a munkahelyen ugye volt ilyen munkaközvetítés, tehát olyan munkahelyekkel állt a kapcsolatba a szálló, akik direkt kifejezetten hajléktalanokat is foglalkoztattak. Ugye sok helyen elment egy állásinterjúra, és akkor, ha még nem is látszott rajta, mert mondjuk ott rendesen mossák a ruhát, meg foglalkoznak magukkal, akkor is azért megtudták, hogy nincs lakcíme, vagy egy szálló lakik, akkor nem biztos, hogy alkalmazták. És így viszont, ha tudták alkalmazni, meg egy átmeneti szállón lakott, az már egy nagy előrelépés. Tehát. Egy éjszakai szállóba körülbelül hányan férnek el? Hát ez változó, egy ilyen 90-100, ez ugye mindenhol meg van határozva, ez más. Itt három részleg volt, ahol én voltam. Igen. Kicsit még visszakanyarodnék a gyerekkorodra, hogy te milyen gyereknek tartottad magadat? Hát én nem voltam valami jó gyerek, elég rossz voltam így. De hogy ez abból is adódott, hogy édesapám alkoholista volt, és hogy elég sokszor ugye otthon voltak problémák, és akkor én is így menekültem otthonról. Nem találtam a helyemet, és ez azért kihatott a tanulmányokra, meg egyéb dologra. Hát ugye korán is házasodtam annak idején, ugye ez is valószínűleg egy ilyen menekülés volt, csak ne otthon legyek, és akkor költözzünk el, túl korán házasodtunk, az is lett egy válás annak a vége. Egy túl fiatalok voltunk még, nem gondolkoztam. Tehát meg kellett volna a menetét, hogy jobban megismerjük egymást, majd utána összeköltözzünk, én meg akkor gyorsan csak menni, és akkor ennek így egy válás lett a vége. És van testvéred? Van, kettő. Kettő. És te középső voltál? Vagy nem, én a legnagyobb. Legnagyobb. Igen, igen. És a másik kettő is volt szerhasználó? Igen, testvéred? Igen, volt náluk, igen. Mind a kettőnél. És ők jól vannak? Igen, most igen, igen, most jól. És szerinted neked mi hiányzott az otthonból? Hát az odafigyelés, a béke, az nyugodtság, meg tényleg az a szeretet, tehát az összetartás, hogy odafigyeljünk egymásra, és akkor, tehát, hogy erről szóljon az egész. Legyen egy közös kirándulás, ne arról szóljon mondjuk, hogy ki mennyit ivott, vagy nincs pénz, vagy bármi, hanem tényleg ez a szeretet. És akkor most hol dolgozol? Most 11. kerületben családsegítő vagyok, gyermekjóléti központban, és ugye én családokkal segítek, azokkal dolgozok. Ugye nálunk ez úgy működik, hogy jelzést kapunk, vagy esetleg van, aki önkéntesen is bejön, mert mondjuk szüksége van a gyerekének pszichológusra, vagy bármi másra. Tehát elég komplex a szolgáltatás, és akkor kap egy családsegítőt, kijelölnek a szakmai vezető, és akkor ugye ő kimegy a helyszínre, egy környezetolmányt csinál, és akkor felmérik, és megbeszélik, hogy milyen problémák vannak. És akkor ugye a probléma iránt, ez egy fél éves alapellátásba kerülnek, és akkor a családsegítő az, aki szoros kapcsolatban áll velük, és hogyha bármi van, tehát pszichológus, családterápia is van nálunk, akkor azokhoz bedelegálja, közben foglalkozik a családdal. És mit tapasztalsz, vagy mit látsz, hogy
mennyi a szerhasználó a családokban, akikhez kimész? Hát, mennyire jellemző a szerhasználat? Hát elég magas, mindenhol megjelenik. Tehát ez most nem csak a illegális, nem legális drogoknál is. Tehát mondjuk a gyerekeknél korán megjelenik a dohányzás, az alkoholfogyasztás. A korán az mit jelent? Hát, hogy már 13 és 14 éves korúakkal már probléma, hogy mondjuk alkoholt fogyaszt, meg dohányzik. És akkor mit tudsz csinálni? Hát segítő beszélgetés, ilyen konzultációkat tudok felvilágosítást adni neki, hogy ez mégis mivel jár. És akkor hát valakinél ez beválik, valakinél nem, de hogy ezt így egy ilyen edukációt azért ezt így mindenképp. És szerinted miért lett ilyen sok a szerhasználó a társadalomban? Mi lehet az oka? Hát, hogy talán az, hogy kezdenek elszemételni a családok, az emberek. Tehát mindenki, ugye most már itt az internet világa is beköszöntött, ami egy jó dolog, de hogy mindenki, lehet látni sokszor, amikor családtagok ülnek egymás mellett egy asztalnál, és mindenki a telefonon elbújja. És nem beszélgetnek egymással, vagy megkérdezi mondjuk a egyik a másiktól, hogy mi a problémát, hogy érzi magát, hanem csak ülnek, és akkor, és ez hosszú távon ugye ez teljesen a családi rendszer is megbomlik, teljesen diszfunkcionálisan kezd működni. Neked van egy 2 éves gyereked, igen, ugye? Igen. Hogy te például játszol vele, vagy mit csinálsz a 2 évesre? Igen, hogy működik igen. Nálatok ott? Igen, mindenképp, meg próbálok ott a figyelni a telefonra. Tehát, hogy nálam is azért, ugye az ember nagyon könnyen elkezd, na, csak belenézek a telefonba, és akkor teljesen beszipantja. És akkor megpróbálom úgy, hogy amikor ott a gyerek és vele foglalkozok, akkor leteszem az asztalra, ne is legyen a közelembe, és akkor úgy játszunk játékokkal, vagy mesét olvasok neki. Szereti a meséket? Igen, azt imádja. Nagyon sokat kell olvasni neki. Mi most a kedvenced? Hú, hát kedvenced nem tudok, mert van vagy nagyon sok könyv, és mindéket. Tehát neki mindegy, csak olvassunk, csak mesét. Szerinted fontos a mese a gyerekeknek? Igen, igen, mindenképp. Említetted, hogy neked is volt a kezelésed alatt, hogy talán, hogy meseterápia, vagy valami igen, ilyesmi rémi. Igen, meseterápia, igen. Az hogy... kifejezetten ugye az felépülőknek szólt. És ez milyen mesék voltak? Hú, hát azt most nem tudom konkrétan megmondani. Vagy hogy segített rajtad? Felismerés. Tehát ez direkt olyan mese volt, amiben így az ember a felépülés útján megtapasztal. És akkor így, ugye 2 fénén voltam ez a olyan meseterápián, ugye, ami mesével dolgozik, meg voltam, ugye, ami rajzokkal, művészterápia, mind a 2 fénén voltam. És hát nekem sokat segített. Tehát nagyon sok mindent, a családi viszonyokat, meg egyéb dolgokat, nagyon sok mindent felismertem. Úgyhogy nekem nagyon hasznos volt. És szerintem a gyerekeknél is azért jó kezmesék, mert tulajdonképpen az életből kapott dolgokat leírnak, és felismerik. És ugye, és ha kérdez valamit, akkor felnőtt el tudja magyarázni, mi miért van, és ezt így meg tudja tanulni. És mi volt a legnehezebb neked a drogozásod alatt? A legnehezebb? Hát, hogy elmagányosodtam. Tehát teljesen családommal utána már nem vettem fel a kapcsolatot senkivel. Tehát külön társasággal járkáltam, és teljesen így. Hiába voltunk éjjel-nappal egy helyen laktunk, akkor is valójában magányosak voltunk mindenki a saját kis világával. Volt olyan, hogy éheztél? Az nem olyan, nem. Éhezés nem. Arra azért minden meg volt, de amikor már az ember drogozott, tehát ilyen szinten, akkor már nem is minimális az étel. Tehát ott az első a drog, hogy meglegyen, és ha az megvan, akkor eszik az ember egy-két szendvicset, amit váron össze lehet szedni, és akkor az úgy megvan. És emlékszel arra a pontra, amikor úgy érezted, hogy elég volt? Igen, igen, igen. Az mindig is megmaradt. A Széll Kálmán téren voltam, oda jártunk ki, és nem tudom megmondani, hogy mi volt az, de hogy úgy gondoltam, hogy elég. Most elég. És akkor még működött a hattyúházat, és akkor oda fölmentem, és megmondtam a orvosnak, hogy én most a diktológusnak, hogy én most le akarok állni, tehát elég volt. Ez bátorság kell. Igen, igen, de hogy akkor úgy éreztem, hogy ez a megoldás, tehát, hogy nem. És akkor bekerültem a kórházba, akkor meg is mondta az orvos, hogy ott egyébként nagyon szerencsé volt, mert jó terapeutát fogtam ki,
és mondta, hogy körülbelül ilyen 2 hét lett volna, és szerintem meghaltam volna, tehát hogy fizikálisan annyira le voltam amortizálva. És 2 hét helyett mennyi lett? Tessék? 2 hét helyett mennyi lett az idő, amíg bent volt? Nem úgy mondom, hogy 2 hét lett volna, amíg meghalok. Ja, értem. Bocsánat. Akkor igen. Hű, hát az már... Annyi lett volna hátra, úgy ér. Hát, hogyha így tovább mondtam, annyira le voltam amortizálva, tehát minden teljesen. Fizikailag, lelkileg, szellemileg. Abszolút minden, igen, igen. És akkor mi ott bent hogyan segítettek? Beszélgettek veled? Vagy hát mi történt? Adtak gyógyszereket, ugye a fájdalom ellen, ugye az elvonás az iszonyatosan fájdalmas. De hogy jó terapeutát fogtam ki, aki ott volt pszichiáter, mert nem ez a gyógyszer, hanem pszichoterápia volt nála az, ami inkább. Úgyhogy a gyógyszereket csak az elején adta, és utána szépen lassan fokozatosan vett, és akkor ez a beszélgetés. Tehát meg tényleg nem sokat köszönhetek, meg többet is. Tehát minden nap legalább egy 20 percet áldozott arra, hogy megszüljön velem. Meg az ritka, ugye tele van az osztály, meg ugye pszichiáter, ilyen ugye kevés. 2 voltunk, 3 voltunk szenvedélybetegek, többiek az pszichiátriabetegek voltak. És foglalkozott ezzel, tehát felhívta a anyum is, ugye akkor nem beszéltem vele, és akkor mondta, de hívjuk föl, fölhívta, és akkor beszéltem vele, és akkor kapcsolatom így újra kezdődött vele. Akkor... És ő hogy fogadta? Amikor megtudta a hírt rólad, hogy... Ő jött, és akkor mindig látogatott meg mindent, tehát, hogy abszolút... pozitívan állt hozzá, sokat köszönhetek, hogy ő jött és látogat, sokat adott nekem. Tehát az, hogy ő jött és ott volt, akkor már mindjárt nem voltam ilyen magányos. És apukád is jött? Nem, ők elváltak az alkohol miatt, tehát utána már nem tartottuk a kapcsolatot. Teljesen eltűnt így a család életében. Később meg is halt egyébként. Tehát ez miatt úgyhogy, de anyum az mindjárt rendszeresen látogatni. Meg ugye a terapeután utána ő próbálta intézni a rehabilitációt is, csak ugye nem volt. Tehát akkor mondom, 1-2 volt én, ami jó, de mint például a Komló, de ott is akkor hónapokig kellett volna várni. És akkor így nem mentem. Tehát, de azt elértem, hogy amikor onnan kikerültem, azt 4 hónap majdnem ott voltam, elég sokat, hogy kijöttem, és nem használtam szert utána már így. És azóta... Igen? Azóta józan vagy, és semmit nem, tehát se alkoholt nem iszol, tehát... Nem. Próbáltam alkohollal, de rájöttem, hogy nem a szociális hívás, az már nem működik nálam. Tehát, hogy szépen lassan emelném a mértéket, de nem. Így, hogy abszinencia nálam, ez működik. Igen. Teljesen. És baráti találkozón azt elfogadták a barátok, hát most hogy... már igen, elén próbáltak sokszor, jaj, miért nem iszol csak egyet meg... De nem. Most már elfogadják. Tehát most már olyan húzamos a vég, ugye most már 19 éve tiszta vagyok, most már ez olyan régi dolog, hogy már a baráti társaság, vagy bárki is már tudják, hogy én nem, és ezt el is fogadták, és ez így jó is. Igen. És ha most üzenni kéne a fiataloknak, akkor mit mondanál? Hát, nem is tudom. Az a baj, talán kipróbálni, sokan kipróbálják. De hogy ha benne vannak, akkor merjenek segítséget kérni. Meg tájékozódjanak. És ki tudnak segítséget kérni? Hát például ott vagyunk a gyermekjóléti központ ott is. Tehát a szülőknek is ugyanúgy. Tehát hogyha van ilyen a gyerekükkel bármilyen probléma, akkor bármikor, tehát minden helyen van gyermekjóléti szolgálat, akkor bemennek oda, és akkor tudnak, vannak szakemberek, akik segítenek. És ez teljesen ingyenes ott. Tehát, hogy még az sincs, hogy ma sem mondható, hogy esetleg ez most csak annak menne, akinek pénze van. És társadalmi szinten szerinted hogy lehet segíteni? Ez hát nehéz kérdés, tudom. Ez nagyon nehéz kérdés, nem tudom. Itt nagyon sok mindennek kéne változtatnia. Minden így nézőpont, a felfogáson, a családoknak jobban oda kéne figyelni egymásra. De hogy annyira rohanó az élet, meg annyira meg akarnak felelni az emberek, meg sokat vállalnak, hogy így tulajdonképpen nem lehet mondani, mert senkinek a hibája, csak egyszerűen a maga a rendszer rossz, és így sajnos ez lecsapódik a gyerekeken, ugye? Igen. És szerinted az milyen lenne, hogyha az iskolába bevezetnék az órarendbe, hogy egy kicsit
minden héten egy óra arról szólna, hogy a gyerekekről, hogy egy kicsit megismerjék magukat, vagy egyáltalán el tudjanak tehát, hogy megszerezzenek olyan tudást, amivel konfliktust tudnak kezelni, vagy nemet tudnak mondani. Ez az abszolút jó lenne, igen. Igen, egy ilyet bevezetni, önismeret, asszertív kommunikáció. Még azt már eleve azért nagyon jó lenne, mert kizárnák az agressziót. Tehát ha egymásra tudnák kommunikálni, mert sokszor ugye azért az agresszivitás, a pofonok azért csattannak el, mert nem találja megfelelő szavakat, vagy nem tudja kifejezni az érzéseit. A másik nem érti, és akkor így félre kommunikálják egymást, és ebből egy verekedés lehet. Neked az önismeret, ami fontos lenne. Te gyerekként mennyire ismerted magadat, szerinted? Semmire. Semennyire. Tehát én biztos, hogy nem az is lettem. Hogyha ismertem volna, akkor lehet, hogy nem ezen az úton indulok el. Voltak álmaid? Volt. Meg is valósítottam. Én kutyakiképzőt szerettem volna lenni, és akkor sikerült. Tehát, hogy azt például elértem. Uh-huh. Azt hány évesen? 22-23 körülbelül. És úgy rémlik, hogy azt mondtad, hogy voltál munkamániás is. Igen, az pont ebben jött ki, igen. Sajnos. Tényleg? Igen. Na, erről mesélj egy kicsit. Hát, hogy olyan szinten belecsúsztam ebbe, csak erről szólt az egész. Tehát a könyvtárakat bújtam, ott a tanfolyamokat, meg a kutyaiskolába mentem. Tehát, ha én végeztem a munkával, akkor utána egyből oda mentem, nem haza. Tehát ez viszont, akkor még nem tudtam, hogy ez munkamánia. És ugye ott éreztem jó magam, az ott a kielégülést, amikor oda mentem, ott voltam, erre gondoltam rá, terveztem, ezek voltak olyanok. És ugye ez később, amikor ugye felépülés útjára léptem, akkor tudatosult bennem. Mondjuk abban az időben ráadásul, ez már elég régen volt, akkor még nem is volt, de ez nagyon tisztázott, hogy van ilyen, hogy munkamánia. Sőt, még dicsértek is érte. Igen. Mi hamar elérsz, mennyi időt, és közben meg teljesen kiégtem. Meg sikeresnek érezted ott magad, nem? Igen, abszolút. Hát, mert hamar is értem, tehát elértem elég hamar olyan dolgokat, amik még más évek óta nem ért el. És ez így áll. De azért, mert csak erről szólt az életem, a másik, nem volt családja, vagy bármi, az ugye ez nem csak annyit tett belé, meg mert 120%-osan ezt csináltam. Otthon kaptál elismerést, amikor kisgyerek voltál? Kaptam, de ritkában. Tehát otthon inkább ezzel a családi problémákkal voltak elfoglalni az anyám is, tehát elég, hogy hárman voltunk testvérek, ugye meg kellett teremteni, az is dolgozott éjjel-nappal, hogy legyen ugye három gyerekre pénz, mert édesapámra nem igazán lehetett számítani, mert elherdelt a pénz, játékszenvedély, meg italozás, és innen is ez nagy teher volt. Tehát neki meg ez... És titkoltátok is, gondolom, nem? Persze. Hát igen, az iskolában nem mondtam, tehát nem tagadtam, hogy most nálunk ez van otthon. Barátok jöttek fel játszani hozzátok? Nem is akartam, nem mert is ugye akartad. Nálunk nem lehetett tudni. Ugye ez a szenvedélybeteg családban sajnos ez az egyik legnagyobb, igen. Hogy én nekem kell titkolnom, meg ugye nem hívhattam senkit barátot, mert bármikor jöhet az apám, aki részeg, vagy akármi otthon, és az így szégyeltem. Köszönöm, most egy kis zenét kérünk szépen, és utána folytatjuk a beszélgetést. Jó. Föltámadott a tenger, a népek tengere, ijesztve eget, földet, szilaj hullámokat vet. Rémítő ereje, látjátok ezt a táncot, halljátok-e zenét, akik még nem tudtátok, most megtanulhatjátok, hogy árboc és vitorla megtörve tépve lóg. Tombolt ki te özön víz, tombolt
jegyezd vele az égre, örök tanúságul, ha bár fölül a gálya, s alul a víznek árja, azért a víz az Úr. Ha bár fölül a gálya, s alul a víznek árja, azért a víz az Úr. Ha bár fölül a gálya, s alul a víznek árja, azért a víz az Úr. A víz, az Úr. A víz, az Úr. A víz, az Úr. A víz, az Úr. Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, a kötelékeink adást hallgatják. Kolumbán Viktor a vendégem, és szerhasználó volt, illetve most a csalássegítőnél dolgozik, és folytatjuk a beszélgetést. Neked mit jelent a szabadság? Hát ez nehéz kérdés. A szabadság az a... Hát az annyit jelent számomra, hogy nem kell megtenni olyan dolgokat, amiket nem akarok. Például, szóval hiszem, filozófi is mondta, jól emlékszem, nem tudom most a nevét, de hogy nálam ez jelenti a szabadságot. Nem függök semmitől például. Amikor ugye én abba hagytam a szerhasználatot is, ez az első volt, ami nagyon jó érzés volt, hogy úgy kelek föl reggel, hogy tulajdonképpen azt csinálhatom, amit akarok, és nem kell a szerhez viszonyulnom, tehát nem kell mennem megszerezni a pénzt, hogy majd mi lesz este, rosszul leszek, nem leszek, hanem tényleg azt teszek, amit szeretnék. És szabadnak érzed magad? Igen, igen, most igen. De már elég régóta igen, szabadnak érzem magam. Ha neked könnyen megy a bocsánatkérés, illetve a megbocsájtás? A bocsánatkérés nehezen, de azt tanultam, úgyhogy próbálok. Most már igen. Régen nagyon nehezen ment. Nehezen láttam be a hibáimat, és az, hogy bocsánatot kérni, az meg még nehezebben ment. De most már jól megy. Meg a megbocsájtás is. Most már úgy érzem, hogy erősségem a megbocsájtás. De ezáltal a lelki világom is jobb, úgy érzem. Uh-huh. Meg tudok bocsájtani, meg bocsánatot tudok kérni. És hogyan lehet könnyen megbocsájtani? Szerinted? Az elfogadás. Elfogadás, elfogadni, hogy vannak hibáim, hogy ez nem rossz, ez emberi, emberek vagyunk, hibázunk, és ezt el tudjuk fogadni, akkor szerintem így könnyű megbocsájtani. És te látod az embernek a jó meg a rossz oldalát, és meglátod rögtön? Hát, ha nem is rögtön, de meg tudom látni, igen, az emberekbe. Tehát, hogy igen, igen, hogy úgy semmi se fekete és fehér, szerintem. Vannak átmenetek, de hogy igen, azt a rosszba is meg tudom látni a jót. Arra vissza tudsz esetleg emlékezni, hogy mi volt, amikor nagyon nehéz volt? Egy olyan élményt el tudsz mondani, amikor nagyon nehéz volt megbocsájtani? Vagy fordítva, neked kellett bocsánatot kérni, és nagyon nehezen ment? Hát az első házasságom a gyerekkel, ugye én sokáig nem találkoztam velük, egy szerhasználat elvitt, és akkor nem tartottam velük a kapcsolatot. És akkor ugye előbb-utóbb le kellett ülni vele beszélgetni, és elmondani, miért tűntem pár évig el az életéből, és akkor az azért nehéz volt. Milyen volt a tekintetük? Hát megértette, igen, de ugye akkor már jobb volt. Tehát, hogy megértette, hogy jó. Én meg jobb is volt, tehát, hogy én úgy gondolom, hogy ez jobb is volt, akkor nehezebb lett volna, hogyha mivel én is olyan családban nőttem föl, az sokkal rosszabb lett volna. Ez se jó, de és ezt megértette akkor, hogy ez volt, és ez egy betegség, ami magasabb szintű, tehát nem bírtam ezzel mit kezdeni, de hogy végül is akkor csak azért talpra tudtam állni. És hogy akkor ez volt. Meg volt az oka.
Tehát kapott magyarázatot rá, hogy valójában miért. És volt olyan, hogy végig kellett menned mindenkitől bocsánatot kérni? Tehát egy terápiának ez része szokott lenni, ugye? A 12 lépésben, igen. Igen, de én nem csináltam a 12 lépést, ugye pszichoterápiára jártam, meg önismereti csoportom, igen, de igen. Az nem 12 igen. lépéses volt. Úgyhogy nekem nem volt ez, de én úgy gondolom, hogy én olyan eltűntem mindenki életéből, tehát aki nagyon közeli volt. És amikor én visszajöttem, akkor amúgy nem volt miért bocsánatot kérni, mert nem bántottam meg őket. Eltűntem igen. az életükből, de hogy nem. Így ilyen szinten nem. Tehát, hogy nekem, én örülök is neki, tehát nem a családommal tettem rosszat, minden önmagammal csak, és távol. Igen. De nyilván azért, mint ahogy mondtam a fiam, minden azoktól azért bocsánatot kértem, hogy eltűntem, mert ugye az is egy hiba. Ilyenekért természetesen igen. És most már ugye gondolom tartjátok a kapcsolatot. Igen, is. Igen. És ő jól van. Jól, abszolút, igen. Igen, vele így alakul a kapcsolat. Sikerült felépíteni valamit. És értékesnek tartod magadat? Igen, mindenképp. Mondasz egy-két dolgot, ami értékes benned? Hát az érték. Igen. Hát értéknek tekintem például azt, amit a munkámat teszek. Azt, hogy el tudom fogadni olyannak, amilyen vannak az emberek. Nem akarom megváltoztatni őket. És de viszont tudok olyan megértő lenni, ami arra ösztönzi őket, hogy elfogadtam, hogy változzanak. És hogy ez így, és önmaguk miatt változnak. Ezt el tudom érni a munka során, és ez egy ilyen érték. Ezt meg tudom tenni. De hát ez is hosszú folyamat volt, mire elértem ezt. És a jó Istenbe hiszel? Igen, igen. Ő mióta? Hát nem is tudom, már napját nem tudom, olyan nagyon régóta. Tehát én voltam első áldozó bérmálkozó is. Tehát vallásos családban nőttél fel? Nem a család, hanem a keresztapám, aki a keresztapám volt az. Tehát ő egy támogató volt, amikor gyerek voltál? Igen, igen, mondhatni, igen, abszolút. Ő foglalkozott veled? Igen, igen, igen. Ő mozigépész volt, mentünk sokat moziba hozzá. Tehát minden, igen, igen. Tehát ő olyan volt az életedben, aki meg tudtad osztani a problémáidat, amikor gyerek voltál. Igen, igen, aki meghallgatott, és nem ítélkezett. És ez egy fontos. Ez a gyerekeknél is nagyon fontos lenne, hogy ha meghallgatjuk őket, bármit csináltak, ha szerhasználatot is kipróbálta, akkor ne ítélkezzünk, és nem hallgassuk meg, és akkor próbáljunk segíteni. És neked mit jelent az alázat? Hát, hogy túl tudok lépni az egómon. Uh-huh. És szerinted alázat nélkül van szeretet? Hát ezt nem tudom, ezt nem tudnám kijelenteni. Uh-huh. És a... De mindenképp kell egy alázat, hogy tudjál szeretni valakit. Igen. És a munkában, de, gondolom... A munkában is, én úgy gondolom a családban is, a házastársnál is, hogy együtt élsz valakivel, kell egy bizonyos alázat. Nem mindig neked van igazad, és akkor azt be kell ismerni, és el kell fogadni. Ugye túlépsz az egódon, és ez nehéz. Ezt mindig gyakorolni kell az embernek, mert ezt így elfelejti. És még egy kérdésem van, hogy ha a családban a házas, tehát a pároddal konfliktus van, ezt ti hogy tudjátok megoldani, hogy szépen lecsendesedjen, vagy megoldódjon a probléma? Hát abban a helyzetben vagyok, szerencsés helyzetben, hogy ő is szakmabéli, óvoda és iskolai szociális munkás, ő kijár iskolákba, és meg tudjuk beszélni. Tehát asszertív van őt, és jól tud kommunikálni, és akkor nálunk, ha ilyen viták vannak, akkor nem megyünk jobban bele a játszmákba. Meg így túl tudunk lépni az egónkon, és akkor le tudunk ülni, megbeszélni, higgadtan, hogy jó, igen, ezt nem így kellett volna, és akkor a másik is belátja, hogy jó, nekem sem ezt így kellett volna mondani, így kellett volna tenni, és akkor ezt így megbeszéljük, és akkor túl tudunk lépni rajta. Jó, sajnos lejárt az időnk, úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, eljöttél,
örülök, hogy itt voltál. Én köszönöm a meghívást. És nagyon szép estét kívánok a hallgatóknak. Viszont hallásra. És viszont hallásra. Kötelékeink. A kábítószer használat családi összefüggései. Ládai Eszter és Kubiszin Viktor műsorát hallották.